Országos viszonylatban vármegyénkben tevékenykedik a legtöbb méhész, így gyűjtik be a legtöbb akácmézet is. Ezért is kiemelten fontos a méhészek, mint helyi terméket előállítók piaci helyzetének megvitatása, valamint hogy megoldásokat találjanak az aktuális kihívásokra. Ez állt a péntek délelőtti szakmai fórum fókuszában a Vármegyei Paktumirodában. Az ágazat nincsen könnyű helyzetben most, hiszen a magyar méz egy kiváló minőségű méz, és rengeteg hamis mézzel kell felvenni a versenyt, és hát pontosan ezért céloztuk meg mi is azt, hogy próbáljuk mi is segíteni az ágazatot azzal, hogy a helyi termékek rangsorában egy olyan polcra tesszük el virtuálisan a mézet, amely talán a legmagasabb polc, hiszen valóban egy olyan kiváló minőségű termék a magyar méz, amelyet nyugodtan lehet példaképpen állítani, nem csak itt a helyi fogyasztók számára, hanem a külföldi fogyasztók számára is. A méz nem csak finom, nagyon egészséges is, a betegségek megelőzésében is fontos szerepet tölthet be. A hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Éppen ezért a termelők is nehéz helyzetben vannak, hiszen az export jelenleg teljesen kiszámíthatatlan. A méhészek azzal küzdenek, hogy a tavalyi akáctermést nem tudják értékesíteni. Vármegyénkben több mint 2000 méhész dolgozik, közel 120 ezer méh családdal. Ha nem lesz változás, az ő megélhetésük is veszélybe kerül. Ezért is fontos, hogy helyi szinten népszerűsítsék a termékeket. Egyre több a tudatos vásárló, akik már külön úgymond bizalmi alapon vásárolnak, és megfelelő méhésztől. A problémát jelent most már az EU-n kívül érkező mézek megjelenése, mely ugye szintén befolyásolja a piacot, és nehézséget okoz a termelőknek. Tehát valójában mindenféleképpen az a jövő iránya, hogy helyben eladni a termékeket, akár kisboltokban, akár a termékelőállítás helyén, törekedni a kereskedelmi láncokhoz való bekerüléshez. Hallottunk és látunk olyan kezdeményezéseket, amelyek már erre irányulnak. Nyilván itt a méz, mint jelentős értékes élelmiszer, úgymond mágnes termékként jelennek meg a piacon, de ugye ha ez nem kerül ki az országból, akkor az azt jelenti, hogy az export függőség már csökken, és ezzel jelentős piaci előnyök érhetőek el helyszinten. Ez bizonyítja az is, hogy számos vármegyében előállított termék már országosan elismert. A ZEMA ékszerekre gondolunk, amelyek már a világban mindenütt megmutatták magukat, vagy a különböző eredetvédett pálinkáinkra, a panyolai pálinkára, vagy olyan termékekre, amit például a Nobilis állít elő, vagy amit például a Nativus napkoron ugye a vathús készítményekkel, akkor ezek mind-mind olyan helyi termékek, amelyek már elértek valamit a piacon. Tehát ezeket nyugodtan lehet példaként felhozni. És itt a jó gyakorlatok megosztásával egy-egy ilyen fórumon én úgy gondolom, hogy nagyon komoly tapasztalatokat lehet egymással megosztani a szereplőknek. Ezekből a jó gyakorlatokból vagy hibákból pedig más termelők, előállítók is tanulhatnak. Ez az elsődleges célja a hasonló szakmai fórumoknak.